Sziasztok, én Keresztesi Péter vagyok, a K-Fitness-től, és innentől fogva elindítjuk a táplálkozás és életmód epizódjainkat. Hetente kétszer fogunk jelentkezni, szerdán és vasárnap, és ugye a hónapunk témája az nem más, mint a Carnivore Diet, vagy a ragadozó, vagy húsevő diéta. Ugye ebben a hónapban erre a táplálkozási szokásra fogok ráállni teljes mértékben. Ez amúgy rendkívül kihívásokkal teli lesz, és ebben az epizódban nem másról lesz szó, mint arról, hogyha te elhatároztad azt, hogy életmódot szeretnél váltani, akkor mik azok a kritikus pontok, amiket figyelembe kell, hogy vegyél, mik azok a szokásrendszerek, amik segítik a te munkádat a céljaid elérésébe, és mik azok, amik javarészt csak hátráltatni fognak, és esetleg odáig eljutsz, hogy feladod, kimerülsz az egészbe. Úgyhogy vágjunk is bele! Egy életmódváltásnak mik is lehetnek a kulcsfontosságú elemei? Először is mindenféleképpen van egy ok, ami elvitt téged odáig, hogy meg akarod változtatni a szokásaidat, a hétköznapjaidat, a rutinjaidat. Ha már idáig eljutottál, onnantól fogva pedig nagyon-nagyon fontos, hogy mindezt egy cél köré rendezd. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, amin rengetegszer én is elbuktam, az az, hogy nem volt megfelelő tudásom ahhoz, hogy átalakítsam az életemet, és hiába volt meg bennem az akarat, vagy akár a szeretet az adott téma iránt, egyszerűen képtelen voltam váltani, és 1-2-3 hét után mindig visszazuhantam az előző életem szokásaihoz. Vegyünk konkrét példákat, hogy egy kicsikét jobban bele tud élni magad az egész szituációba. Tehát van egy jó példa, tegyük fel, hogy én mondjuk autoimmun betegségbe szenvedek, állandó görcsös hasfájásokkal, tényleg megnehezíti az életemet, de fogalmam sincs, hogy igazából ez mi okozza. Tegyük fel, hogy elkezdek körültekinteni a világba, elkezdek kérdezősködni, olvasni, kutatni a témakörbe. Ugye ez most már nagyon egyszerű, hiszen az interneten keresztül egészen könnyen el tudsz érni információkat, amik neked megfelelőek lehetnek. És a célom az, hogy ez a diszkomfort eltűnjön. Célom innentől kezdve már az lesz, hogy egy egészségfejlődésen menjek keresztül. Innentől fogva egyetlen egy kritikus pontja van a dolognak, hogy elhatározzuk, hogy mi ezt meg fogjuk csinálni. Ebben a legtöbbet azt tudja neked segíteni, hogyha a kis, közép és hosszú távú célokat tűzöl ki magadnak. Egy kicsi cél, például nézzük az én konkrét példámat, most egy hónapon keresztül javarészt marhahúst, belsőséget fogok enni, hús, bors és víz lesz az egész havi étkezésem. Nekem a kis céljaim azok, hogy ne legyen belecsalás, hogy biztos vagyok benne, hogy éhes leszek, tehát minden napot át tudjak vinni. A középtávú céljaim az mondjuk lehetnek, hogy úgy zárjak egy vasárnapot, hogy igen, ezt az egész hetet megcsináltam, és ennek tökre örülök, és megajándékozod magad. Például, hogyha letelt ez a vasárnap, nyilván itt most nem jöhet szóba az, hogy egy nagy pizza, egy nagy mekizés, mert itt erről nem lehet szó. Ami másfajta jutalom is lehet, az például elmenni a barátokkal, vagy mondjuk egy olyan vasárnap, amikor csak magadra figyelsz, olvasol, nézheted a kedvenc sorozatodat, dokumentumfilmeket, tényleg egy szabadidős tevékenység elképesztően fel tud tölteni. Az a lényeg, hogy válasz egy olyan dolgot, amit szeretsz, és az tényleg jutalmaz meg magadat a hétvégén. Megtörtént az elhatározásod, bele is vágsz. Meg kell határoznod az új szokásaidat, hogy mik legyenek azok. Az én esetemben ugye van egy alapvető életritmusom, ezt megpróbálom követni. Fogalmam sincs, hogy milyen energetikai hatása lesz a megváltozott táplálkozásnak. Tehát én hetente háromszor edzek, de igazából minden nap mozgok, edzéseket tartok, tehát a mozgás az része az életemnek. Ugye ugyanúgy van egy 8 órás munkaidőkeretem, amit letöltök, illetve magával a videózással is rengeteget foglalkozok, úgyhogy meglátom, hogy mennyire kell majd súlypontozni. Ami nagyon fontos, hogy
csak annyira terheld magad, amint még elbírsz. Nagyon sok ember extrémitásokba esik, és egyszerűen kimerül, nem bírja tartani. Tehát én is, hogyha úgy fogom érezni, hogy ez egyszerűen nem megy, sok például nem tudok annyit edzeni, akkor mondjuk az edzésekből visszaveszek, és lehet, hogy csak nyújtani fogok egyet, szaunázni fogok egyet, vagy elmegyek akár egy masszázsra, stb. Tehát ezt majd látjuk a későbbiekben. Másik nagyon-nagyon fontos stációja, hogy meg kell teremteni az új szokásaidnak a feltételeit. Tehát például, amit én csináltam, az az, hogy már az előző hónapban is csökkentettem az edzéseknek az intenzitását, jóval több volt benne a nyújtó gyakorlat, inkább a kardio edzésekre fókuszáltam, de ott is inkább az volt a jelentősége, hogy semmiféleképpen nem meríthettek ki a tevékenységek, hanem energiával kellett, hogy feltöltsenek. Ezen kívül csak kétszer ettem egy nap, így nem az éhezésnek, hanem az éhes vagyok érzéshez szoktattam egy picit hozzá magam, mert azért arra számítok, hogy ebben a hónapban nagyon-nagyon sok olyan pont lesz, amikor ténylegesen éhes leszek, és azt meg kellett tanítanom a testemmel, hogy ezt mondjuk egy hónapon keresztül tolerálni tudjam. Amire én mindenféleképpen oda fogok figyelni, az a tudatos figyelem magammal szemben, tehát hogyha valamit úgy érzek, hogy ez már ténylegesen a kínzás határa, akkor valószínűleg, hogy egy picit vissza fogom venni. Ugye van is ez a mondás, hogy inkább pihenj meg, mint feladd. És én ezt mindig követtem, ez mindig működött, tehát inkább egy picit vissza fogok venni a terhelésbe. Ugye azért ez az étkezés, ez egy elképesztően extrém minta. Úgyhogy meglátjuk, hogy fog működni, ezt ajánlom nektek is, hogy figyeljétek a testeteknek a visszajelzéseit, és eszerint alakítsátok mindig az új életmód változásoknak a szakaszait. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy az új szokás rendszerek, azok és ugye a céljaid, azok nagyon sokszor azért buknak el, mert egy olyan környezet vesz körbe, ami abszolút nem támogatja azt, hogy te be tud építeni ezeket a szokásokat az életedbe. Tehát amit én csinálok, az, hogy teljesen kifogom úgymond tisztítani a konyhát, azokat az élelmiszereket, amik nem illenek bele most ebbe a hónapba, azokat szépen összeszedem, és el fogom vinni a szüleimhez, majd ők megeszik, de amúgy, hogyha nem pont a szüleidhez, akkor a barátaidhoz, bárkihez elviheted, igazából akkor nem veszik kárba, nem kell, hogy sajnáld, semmiféleképpen ne dobd ki, de mindenféleképpen azt ajánlom, hogy ne legyen egyszerű a hozzáférés ahhoz az elemekhez, amik nem segítenek téged a céljaid elérésében. Már az előkészített körülbelül két heti ragadozó diétának a hús adagjával, illetve mindenfajta olyan dolog, amit fogyasztani lehet. Ugye magának ennek a diétának is sok válfaja él, ugye ez egy olyan másfél-két éve kezdett el terjedni Amerikából, főleg azok körében kezdett el, akiknek súlyos allergiája volt mondjuk a növényekre, főképpen a gyümölcsökre és a zöldségekre. És elkezdték ugye folyamatosan, elkezdtek átállni folyamatosan low carb-ra, utána paleolitra, utána ketogénra, és utána igazából ez a ketogénnak egy nagyon extrém válfaja lenne. Amit most itt látunk, ezek bélszínek előre csomagolva, kisebb és nagyobb adagokban,
Ugye én az extrém fajtáját fogom csinálni, mert van olyan carnivore diet, ami engedi még a tej és tejtermékeket is. Én azt abszolút nem javasolnám, mert arról a szakirodalom is már úgy ír, hogy rendkívül gyulladáskeltőek, tehát azt én abszolút kizárnám. Illetve van még olyan, ami további fűszereket is enged a só és borson kívül. Én azt is kizárnám, mert majd későbbiekben erről is fogok beszélni. A fűszerek azok igazából gyógynövények, amiknek nem feltétlen, attól függ, hogy mennyire vagy érzékeny, lehetnek azért elég jelentős hatásai, élettani hatásai a szervezetedre. Amit ugyanígy látunk, hogy az a bors, a só, ugye ez marha, érlelt marha comb lenne. Mindenféleképpen néztem, hogy ezek semmiféleképpen ne legyenek egyéb dolgokkal, olajokkal, stb. Jellelve, hogy megmaradjunk abszolút a teljesen letisztult marhahús étkezésnél. Illetve ugye az Amerikában marhahús azért, mert ott nagyon nehéz a hozzáférésre a vadhúsoknak, nem is nagyon fogyasszák, mi Magyarországon pedig ugye nekünk azért kulturálisan sokkal jobban bele van építve a vadhúsok fogyasztása. Így szerintem a későbbiekben lesz része, bár én nem szeretném mondjuk 20% felé menni, de a vaddisznó és az őz is, ugye ez itt őz, nem is ez szarvas comb steak lenne. Illetve, mivel én nem találtam sehol, bejártam a boltokat, nem találtam marha zsírt, amiből tepertőt csinálhatnék, ezért meg fog maradni a disznóból készült tepertő. Illetve ezt Hortobágyról szereztem, ez bio szürke marha, hát kolbász, szalámi. Illetve snackeknek, húsom snackek fogok enni. Ezek 40 g-os kiszerelések, hát étvágyűzőnek jó lesz. Illetve amik még lehet, azok a belsőségek. Na most én nem nagyon találtam marha belsőségeket, ezért ugye ez is csökkent formába, de ez meg fog maradni ugye a csirke máj, illetve csirke szívnél. Illetve húspogácsákat fogok majd készíteni darált marha húsból. Úgyhogy ez nagyjából így néz ki. A folyadékfogyasztás az pedig pívíz lesz, erről majd fogok nektek beszélni. Ez a víznek egy tisztított és energetizált formája, amit japán mérnökök fejlesztettek ki. Én már már lassan egy évtizeddel fogyasztom, és nagyon-nagyon szeretem. És ez réz edényekből fog történni, majd erre is kitérek, hogy magának a réznek milyen jelentősége, milyen élettani hatásai vannak az emberi szervezetre. Tehát nagyjából így állunk, ez lesz, én nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy ha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel csatornánkra, kövessetek minket a YouTube-on, Facebookon és Instagramon is. Sziasztok!